Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja. Egy szép könyvet tartok itt a kezemben, a Kárpát-medencei étterem kalauzt. A cím is sokat mondó, természetesen éttermeket mutatnak be benne, és a könyvnek az írója Borbé Zsolt, aki tulajdonképpen, hogy mutathatom be akkor, minek tartja magát igazából írónak? Leginkább közírónak tartom magam, de a köz dolgaihoz tartozik a magyar gasztrokultúra is, és közírói minőségemben írtam, mondhatom ezt a könyvet. Egyébként éttermekkel elég régóta foglalkozom, felfedezés szándékával 30 éve járok éttermekbe, és 20 éve írok róluk, mióta a Demokratában, a kulturális rovatban van egy rendszeres megjelenési lehetőségem, oda Doros Mendre néven írok, Magyar Nemzetbe írok 3 éves, emellett pedig a Gomió Kalauznak voltam a tesztelője, meg az Alexandra Kalauznak is. Honnan vannak az éttermek? Felvidékről? Azt tudom, és még? Bevallom, hogy nem számoltam meg az éttermeket. A letesztelt anyag az több mint 700 étterem. Ebből Békány Attila grafikus kollégám megszerkesztett 650-et, majd amikor a nyomda meglátta ezt a tekintés anyagot, akkor azt mondta, hogy ez kezelhetetlen, nyesni kell belőle, úgyhogy jelenleg 450 oldal áll az olvasóknak a rendelkezésére. Mivel egyes éttermek két oldalon helyezkednek el, a különlegesek, mondjuk a Gunder, meg a Clarisse, tehát a nagyon-nagyon jók. Másrészt meg reklámok is vannak a kötetben, ez azt jelenti, hogy 430-440 étterem, illetve más vendéglátóegység került be a kötetbe. És valóban egész Kárpát-medence területéről vannak éttermek? Igen, a területi lefedettség volt az egyik legfontosabb szempont, amikor összeállítottam ezt a kalauzt. Két elv dominált, amikor a merítési tartományt meghatároztam. Az egyik az természetesen minőségelv, tehát minden településen igyekeztem a legjobb éttermeket meglátogatni. Amellett az etnikai elv, tehát tételesen a magyarság az annyiból jött számításba, hogy egy akár átlagos éttermet is mondjuk Kolozsváron, vagy Nagyváradon, vagy más településeken meglátogattam, abban az esetben, hogyha magyar tulajdonban volt, de az értékelésnél ez már nem számított előnynek, tehát van olyan magyar tulajdonban levő étterem, ami nem kapott helyben magas értékelést, de azért bekerült a maga 3-3,5 pontjával, pusztán azért, mert magyar kézben van. És kik értékelték? Én értékeltem minden éttermet. Tehát minden éttermet ön is minek alapján döntött el, hogy hova megy el? Egyrészt voltak helyi segítőim, nem sorolnám név szerint, meg vannak említve a kötetnek az utószavában. Másrészt, ahol létezik olyan etalonértékű étterem kalauz, mint mondjuk például a román felhatóság alatt álló területeken, tehát Erdélyben, Párciumban és Bánságban, ott ugye van Gomió kalauz, 18-ban meg 19-ben jelent ez meg. Ezeket az éttermeket szinte mind végigjártam, amik megjelentek a Gomió kalauzban. És nagy segítségemre volt a TripAdvisor is, ami egy eléggé, hát nem azt mondom, hogy irányadó, de azért mindenképpen valamilyen szinten jó tippeket rejtő adatbázis. Amikor Magyarországon bemutatták a Gomió kalauznak a 16-os kiadását, akkor a kalauznak a párizsi főszerkesztője eljött személyesen, Comte de Cerise, és ő elmondta, hogy a világon 3 komoly iránytű van azok kezében, akik éttermet választanak, van a Michelin Guide, a Gomio és a TripAdvisor, tehát harmadiknak a TripAdvisor-t említette. Úgyhogy ezt is használtam. És mondja, hogy ön értékelte az éttermeket, milyen szempontok alapján? Lényegében ugyanolyan szempontok alapján, mint amely szempontok alapján annak idején a Gomionál dolgoztunk, tehát a legfontosabb az, hogy mi van a tányéron. Lehet, hogy nálam egy paraszthajszállal többet számít a környezet meg a kiszolgálás, mint ahogy a Gomió kalauznak, tehát ott, de ott se veszik azért 100%-ig ezt, hogy akkor csak és kizárólag, mert az egy picit csak belejátszik az, hogy milyen környezetben eszünk, meg az, hogy hát milyen a felszolgálás. Na de nálam, bocsánat, elment az étterembe, tudták, hogy ön kicsoda? Nem.
természetesen. Akkor nem. Csak beült, mint egy vendég. Így van, így van. Hát ez így zajlik, tehát ez a Michelin kalauz. Utána azért bemutatkozott? Ha netán üzletvezető szolgált ki, kevés helyen történt ez meg, de volt erre is példa, akkor én nagyon szívesen elmondtam, hogy mi áradban vagyok, de ez a helyeknek talán 1%-a. Hogy fogadták egyébként, ahol elmondta? Jellemzően pozitívan, és akkor jó beszélgetés alakult ki az üzletvezetőkkel. Mondjuk a Zebegényben, a Natura Hill étteremben jól beszélgettünk az üzletvezetővel, meg a Caviar and Bulletban is nagyon jól beszélgettünk az üzletvezetővel, tehát voltak ilyen nagyon jó élményem. Hadd tegyem még hozzá a Geremandulát, akkor nagyjából azt hiszem a sornak a végére is értünk. Azt említette, hogy ugye a Kárpát-medencébe végig járta már, amennyire végig lehet járni, de olyan éttermeket, ahol magyar vezetők voltak, mennyire jellemzők akkor a magyaros ételek ott, ahol a határon túl magyar éttermek üzemelnek? Nem kizárólagosan. Tehát vannak nyilván olyan éttermek, amelyek a magyar konyhából próbálnak megélni, nagyon helyesen különben, és ezzel egyfajta identitás pluszt adnak a helyi közösségnek. Mikó étterem mondjuk Kolozsváron, az fontos dolog. Tehát magyar környezetben magyarok szolgálják ki, magyar ételekkel, magyar bor, magyar sör. Ez fontos Kolozsváron, ahol már ugye a magyarság 20% alá esett. De nem csak magyarok járnak az étterembe, feltételezem. Nem csak magyarok, de főleg magyarok. És akkor amellett vannak olyan magyar éttermek, amelyek nemzetközi konyhát visznek, és ezek közül egyesek evidensen magyarok, másokról meg nem is tudja az átlag vendég, hogy magyar. Tehát az, hogy a Via étterem Kolozsváron magyar kézben van, ezt egy átlag vendég nem tudhatja, mert a pincérek nem magyarok, magyar étlap nincs, a honlapon nem kommunikálnak magyarul. Én véletlenül tudom, hogy a konyhán mindenki magyar, meg mert hogy jót beszélgettünk a legjelentősebb gasztrofesztiválon az egyik szakáccsal tavaly, tőle tudom, és hogy a tulajdonosok magyarok. Vagy Udvarhelyen említettem a Schwarz Bistrót, evidensen magyar étterem, tudom, Udvarhelyen minden magyar, tehát a kis magyar világ van, és amúgy ott meg nemzetközi konyhát visznek, akár csak a Viában különben. Egy könyvet tartok a kezemben, a Kárpát-medencei étterem kalauz, ez a könyv címe, és benne van többek között, a sok-sok étterem között, a Deresra Bistró is, Bodrog Keresztúrból. A séffel, étteremvezetővel beszélgetek, egy bemutatkozást hagyj kérjek. Deresra Bistró étteremvezetője vagyok, Járme Vendel. Most mit szól hozzá, hogy így bekerültek ebbe a könyvbe, vagy tudta? Nem tudtuk. Amikor ellátogatott hozzánk a könyv szerzője, akkor említette, hogy egy ilyen Kárpát-medencén átívelő könyvsorozatot szeretne készíteni, és ennek nagyon megörültünk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a könyvben mi is szerepelhetünk, a mi bisztrónk is, mi éttermünk is benne lehet. Mitől olyan érdekes az önök bisztrója, mit gondol? Mi úgy szoktuk nevezni, hogy a Tokaj hegyalja égköve. Egy fúziót hozunk létre a Bén Bence séfünkkel, mind az ételek, mind az italok tekintetében. Mint magyaros, mint nemzetközi alapanyagokat próbálunk összhangba hozni, és a legjobb minőséget nyújtani a vendégek számára. Említsen nekem néhány olyan ételt, ami kuriózum, ami csak önöknél található. Nekünk van egy signature desszertünk első körben, ez egy bodrog kavics. A bodrog kavics arról kapta a nevét, hogy mi éttermünk a Bodrog partján található, és a séfünkkel úgy gondoltuk, hogy a bodrog kavics elnevezés lesz a legjobb egy fehér csokoládés mousse desszertnek, ami igazából őszi balacka van töltve, vagy meggyel van töltve, ez igazából északtól függ, és akkor a szezonális gyümölcsöket próbáljuk összhangba hozni a desszertünkkel is, és ez minden évszakban, minden étlapunkon megjelenik ez a desszert. És akkor ne csak desszertet, hanem valami főfogást is említsünk. Főfogásaink közül a fogásfélét tudom említeni, vagy esetleg a marha ribájsztékünket, ami argentin marhából készül, valamint próbálunk mindig olyan ételeket feltenni az étlapunkra, kitalálni az séfünkkel, ami az évszaknak megfelelő. Ezért is minden negyedik hónapban lecseréljük az étlapunkat, és egy teljesen újat tudunk a vendégeknek nyújtani, amivel változatossá tesszük az ételeket.
És hát nagyon szép helyen fekszik ez az étterem, hiszen az ablakból látszik a Bodrog folyó partján van. Nem öntötte még el soha Bodrog a területét az étteremnek? Nem, még hál' Istennek nem öntött el az étteremet, de úgyis van kialakintva egy nevencsel. Viszont van egy újdonságunk is, hogy hajóval is meg tudnak hozzánk érkezni a vendégek, úgyhogy van egy külön kikötőnk is természetesen, úgyhogy várjuk hajóval érkező vendégeket is sok-sok szeretettel. És hát azt is elmondták, hogy rendezvényeik vannak, akkor a rendezvény szervező hölgyhöz fordulok, egy bemutatkozást kérek. Balóbi Túria vagyok, a rendezvény szervező. Alapvetően ugye nagyon különleges az éttermünk, hiszen Tokajhegyalján az egyik legkiemelkedőbb és legszínvonalasabb étteremről beszélünk. Nagyobb cégcsoportok szoktak hozzánk érkezni, akár csapatépítőre, vagy akár nem tudom, bármilyen ünnepet, ugye nagyon szívesen tartanak meg nálunk. Emellett, például? Igen, emellett pedig az esküvők nagyon gyakoriak bisztrónkban. Nyilván egy kisebb létszámú esküvőre kell gondolni, egy ilyen 60 fő az, ami még befogadó képes, viszont nagyon színvonalas esküvőket szoktunk rendezni. Különlegessége ugye a bisztrónknak az is, hogy például az ifjú pár közvetlen a Bodrog parton, a füves területünkön tudja összekötni az életüket. Gondoltak-e a cukorbetegekre, vagy a különböző azokra az emberekre, akik bizonyos ételeket nem fogyaszthatnak? Természetesen vannak gluténmentes ételeink is, ugyanúgy cukormentesek is, amik csak növényi cukorral készülnek, valamint most már van vegán és vegetáriánus ételünk is. Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt megjelent ebben a könyvben is megjelent a mi éttermünk, és várjuk nagyon sok szeretettel a kedves vendégeinket. Amikor leértékelt egy éttermet, akkor az miért tette? Tehát mi volt az ok? Hát azért, mert hogy egy kalózt kell összehozni. Azért értékeltem. És arra a kérdésre, amit föltett korábban, nem válaszoltam kellő mélységben, tehát az, hogy mi mentén értékeltem, tehát egyrészt ugye mit kerül a tányérra, az önmagában kevés, tehát még érdemes elmondani, hogy fontos a kreativitás, nagyon fontos a technológiai adekvátság, tehát bizonyos alapanyagokat bizonyos technológiával jobban lehet elkészíteni, mint más technológiákkal. Tehát mondjuk egy tönkresütött bélszint, vagy kacsa mellett, vagy mondjuk egy halat, amit kiszárítanak a sütőben, hát azt nehéz pozitívan értékelni. Tehát technológia fegyelmezettség is fontos, tálalás is valamilyen szinten fontos, az alapanyag minőséges, az alapanyag tisztelete. Tehát ezek így együtt nagyon, nagyon fontosak. Nyilván a szezonalitás, meg a regionalitás az is belejátszik az értékelésbe. Ezek az éttermek utólag tudták meg, hogy bekerülnek ebbe a könyvbe, vagy azért ezt előre közölni kellett velük? Szerintem nem is tudják, mi most se hozzám-e. Na de hát képek vannak itt a könyvben. A képek akkor? A képeket én készítettem helyszínen. És azért nem szólt egy étterem vezető, hogy itt mit fotózgat itt az éttermemben? Előfordult, hogy az üzletvezető rákérdezett, és abból adottak azok a kellemes beszélgetések, amikre már céloztam. És mondja, lehet, hogy furcsa a kérdésem, de ki finanszírozta ezt önnek, hogy végigjárta a Kárpát-medencét, és beült éttermekbe? Hiszen ez egy költséges foglalkozás. Igen, ez egy nagyon költséges foglalkozás. A Gomiokalóznak a kiadója árult el egy számot ezelőtt közel 10 évvel, és mondta, hogy egy gumiakalóz megjelentetése 40 millió forintokkal vonóval, tehát teszteléssel és nyomdaköltséggel. Én mondjuk úgy, hogy egy low budget költségvetést állítottam össze. Tesztelésnek a nagy részét azt a Trianon Múzeum finanszírozta, az ötletadó Szabó Pár Csaba volt. Ez fontos, hogy említést nyerjen mindenképpen. Tehát ez, ő volt az ötletadó is, és egyben a kiadó is. A tesztelésre fordított összegnek nagyjából egyharmadát az jó magam álltam a serzsememből. Most itt a könyvben kinyitottam találomra, itt egy kolozsvári étterem van, és az értékelése itt van 4,5 pont, 4,5 pont. Most ha ezt az étterem tulajdonosa, ha mondja, hogy nem is tudja, hogy bekerült ebbe a könyvbe, megnézi, és mondjuk egy másik étterem sokkal magasabb pontot kapott, akkor nem reklamálhat, hogy ő ezzel nem ért egyet? Reklamálhat, és azzal marad. Tehát ez ugyanúgy van, mint más étteremkalózoknál. Tehát amikor megjelent az első tényleg szakmai étteremkalóz 2008-ban az Alexandra kiadásában, ez is volt a neve, hogy Alexandra étteremkalóz, akkor rengetegen reklamáltak. Hát azzal maradtak most. Nem kötelező egyetérteni, akár örülhet is, igen.
Előfordult olyan is, hogy fölhívott egy bekerült étterem, hogy nincs ezzel megelégedve, pedig snúr ötöst kapott, minden szempontra ötöst, és hogy őt nem is keresték meg. Hát jeleztem neki, hogy nem kell megkeresni ahhoz egy éttermet, hogy írjanak róla. Ez egy olyan szolgáltatás, hogy bárki igénybe vehet, és hogyha pont úgy gondolja, ez a jó benne, akkor ír róla. Adott esetben írhat az internetes felületeken, írhat a Google Maps-en, írhat a Facebookon, írhat adott esetben ugye a TripAdvisor-en, hogyha netán újságíró az illető, írhat valamilyen sajtótermékben, vagy pedig saját blogon. Tehát ez van, ez mindenről, ami nyilvános szolgáltatás, lehet írni az éttermekről is. A legmagasabb pontszám akkor itt mennyi volt? Hát az 5+. 5+? 5+, igen. Az 5 elvben a legmagasabb pontszám, de egyes éttermeknek akár a hangulat, akár a gasztronómiai teljesítménye, akár a kiszolgálás olyan volt, hogy még egy plusz mellé tettem, hogyha katartikus volt. Tehát az nem a nagyon jó, nem a kitűnő, hanem a katartikus, az 5+ nálam. És egyest kapott valaki valamelyik étterem? Nem olyan, mondjuk olyan, ki a nevét csak? Nem, egyest nem kapott egyetlen étterem sem, mert azt úgy gondoltam, hogy ez végül is egy olyan utikalauz, ami ajánl helyeket a közönségnek a figyelmébe. Tehát olyan étterem volt egyébként, ami nem ütötte meg a 3-as szintet, tehát amire jó indulattal 2 pontot tudok adni, azt akkor természetesen az lényegben meg se írtam. Tehát akkor összegzésül akkor a Kárpát-medencei étterem kalauznak mi a célja ennek a könyvnek? A könyvnek az a célja, hogy segítse az embereket abban, hogy éttermet választanak a Kárpát-medencében, ahogy a Trianon Múzeumnak a jelmondata szól, szeressük vissza Magyarországot. Senki nem szólott abba bele, hogy mit érzünk magunkénak. Tehát ha magunkénak érezzük a Kárpát-medencét, otthon vagyunk benne, akkor ez inkább a miénk. És ahogy a Kárpátia dalban benne van, bárhová lépek, otthon vagyok, én úgy gondolom, hogy egy magyar ember bárhová lép a Kárpát-medencében otthon van, és az otthonosság érzést növeli nem kis mértékben, hogyha tudja, milyen éttermekbe menjen el. A másik étterem, ami ebbe a csodás könyvbe bekerült, az a Végállomás étterem Miskolcról, és az étterem séfjével beszélgetünk, egy bemutatkozást hagyj kérjek. Jó napot kívánok mindenkinek, Darab Ádám vagyok. Mit szóltak ahhoz, hogy bekerültek ebbe a szép kiadványba? Nagyon megtisztelő dolog, hogy bekerültünk ebbe a kiadványba. Szerintem egy nagyon jó dolog, hogy van még egy oldal, ami bemutatja az éttermeket. Az ön, hogyha jellemezni kellene, természetesen hát itt dolgozik, rosszat nem fog róla mondani, de mit mondaná erről az étteremről? Miért menjenek oda a vendégek? A Végállomás Bistrot and Wine egy nagyon izgalmas, ízekkel teli családias étterem, ahol mindenki megtalálja a maga fogára való falatokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki erre jár, mindenféleképpen érdemes betérni és kóstolni, mert nagyon izgalmas ételekkel, italokkal dolgozunk. Itt a könyvben azt írják, hogy a céljuk egy olyan francia bisztró jellegű egység megteremtése, amely a farmtól az asztalig arszpaetikáját vallja. Ezt hogy kell érteni? Ezt úgy kell érteni, hogy van egy francia alaptechnológia, amit a Várvízi Péter kreatív séf hozott nekünk, tanít nekünk heti szinten, és ez a technológia mellé társul a helyi alapanyagok felhasználása, rengeteg kistermelővel dolgozunk, és próbáljuk a lehető legjobb alapanyagokat felhasználni. Tehát rögtön a termelőtől kerül az étterem konyhájába. Igen, abszolút valljuk ezt a lokálpatrióta, önazonos karbonsemleges üzemmódban vagyunk, úgyhogy... Olvasok itt ilyet, hogy lilafüredi pisztráng krém. Igen, ez is egy izgalmas tétel, hiszen sok embernek a pisztrángból egyből egy olajban sült egész pisztráng jut az eszébe, vagy egy pisztráng filé. Mi le is füstöljük a halat, és készítünk belőle egy krémet, amit egy bruschettán, egy pirítóssal nagyon finoman el lehet fogyasztani, igen. Vagy például kurkumás almatortáról ír itt a szerző. Ez milyen? A kurkumás almatorta, hát igazából ez Péter kreativitását jellemzi, hogy ő nagyon bátran nyúl az ízekhez, és bizony az alma, meg a kurkuma, az tök jól dolgozik együtt, együttműködik, nem csak színben, hanem ízben is nagyon jól társul.
erős és kemény munka folyik napi szinten azért, hogy eredményeket érjünk el, és abszolút egy törekvő csapat viszi ezt a dolgot. És persze mindenféle pozitív visszacsatolás egy nagy löket számunkra, hogy tovább csináljuk ezt a dolgot, és hogy menjünk előre, és maga ez a dolog is, hogy bekerültünk ebbe a könyvbe, ez is egy pozitív visszacsatolás a munkánk iránt. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Tehát ebben a kötetben nem láttunk olyan szót, hogy Szlovákia, Szerbia, Románia. Egyetlen településnek a neve nem szerepel a jelenlegi elnyomó államnak a nyelvén. Itt csak és kizárólag magyar település neveket szedtem sorrendbe, ABC sorrendbe, Adától Zomborig, mert hogy ugye az első ABC sorrendben Ada, az utolsó pedig Zombor. És hogyha valaki kíváncsi arra, hogy most éppen hova tartozik, remélhetőleg ideiglenesen az adott település, akkor rákeres a Google Maps-en, vagy pedig rákeres a világhálón általában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.